Szevasztok, skacok! Hello, hello, hello! Na? Miért nem működik a kép? Működik! Megjött! Úgy is van! Na! Hú! Gyerekek! Itt vagyunk! Megérkeztünk Mexikóba 20. fordulóba. Én is ide érkeztem, gyerekek. Vágtam kint a füvet. Kicsit kipillettem. Megpillettem. Kipírtyantam. Jó volt. Jó nagy udvarunk van ilyenkor, az úgy elgondolkodok, hogy mi a fasznak, de mindegy. Na, nem is nagyon húzom az időt. Átjövök ide. Így is van. Most leveszem a 18-ast, szerintem nem kell, annyira nem lesz durva ez a játék. Amúgy is itt volt így. Jó, ez nem Outlast 2 most. Bár néha olyan érzésem van. Single. Oké. Okay. Jó, nincs szombréró kalap, nincs. Azt hiszem, hogy miért vagyok ilyen hatalmas. Ja, tegnap Outlast miatt, oké. Okay. Jó leszek én ekkorába is, nem kell itt túlzásokba esni. Oké, jó. Hú. Köszönöm szépen, gyerekek, meg lett a 15 millió megtekintés a 11 és fél év alatt. Hát na, nekem ez tényleg egy mérföldkő. Aranyos volt a YouTube, hogy az így szólt. Hát visszatekintő nem lesz sajnos hétvégén, én tekintek vissza a meló helyre, mert szombaton és vasárnap is dolgozok, mind a két nap, úgyhogy sajnos nem tekintünk most semmit vissza. Bár mondjuk csak estére megyek, mind a kétszer, úgyhogy tudod mit, Dominik? Lehet, hogy lesz. Jó, nem mondom, hogy nem. Jó, nem mondom, hogy nem lesz. Meglátjuk. Nem. Tényleg, most, hogy így átgondoltam, nem biztos. Japán nagydiadi, kinek hogy tetszik a hétvége? Mert volt valami? Talán a Williams-t megint összetört, vagy valami ilyesmit láttam, talán. Meg, hogy az FP2 nem jött ki senki. Körülbelül így ennyi történt. Jó munkát, Bence, neked. Nézzük meg akkor, hogy áll a standings. 319 pontja van Verstappennek. 273 pontunk van. Nekem, Leclercnek 261, Hamilton 245, Alonso 204. Így állunk. És azt számolom, hogy hát azért sok pont, sok a különbség. Viszont a konstruktőri 494-77, 427-424. Tehát ott a top 4-ből bárki lehet még bajnok. Gyakorlatilag. És zsinórban kettő győzelmet behúztunk, egy Katart és egy Amerikát. Meglátjuk, hogy majd itt Mexikóban hogy sikerül majd. Na most az a helyzet, hogyha még Verstappen nullázna és én behúznám. Hát még akkor, se lenne még 300 pont. Hát jó, még mondjuk a leggyorsabb kört is még mondjuk jó, meg lenne, legyen 26 pont. Akkor is 299 pontom lenne a 319-el szembe, tehát még akkor is lenne 20 pont előnye.
Tehát neki a négy futamból kétszer ki kéne esnie, de ahogy látom a teljes tabelláját, ő egyetlen egyszer sem esett ki, még én háromszor is. Úgyhogy... Nem tudom. Leclerc is ugye is csak... Hát kétszer esett ki, mert osztrákba is kiesett, de 20-nak beírta a komputer, egyébként kiesett. Szóval nem tudom, egy Verstappen kiesés jó lenne. Legalább egy. Jó, visszarakjuk a alkatrészeket. Vannak itt alig használtak. Hopp, ez mi az a 52%-os? Van itt 4%-os is. Elvileg ezekkel már... Azért a váltó nagyon durva, hogy 62 kör alatt 21%-ot eszik. Megeszi a váltót. 62 kör alatt 21%, az gusztustalan. Főleg úgy, hogy 9 upgrade-ből 7 rajta van. Undorító. Tehát a váltó az nagyon undorító. Abból még lehet még egy kelleni fog. Még azt sem zárt az három ki. Jó. Na gyerünk. Én aludtam mind a kettőn. Nem, az FP2-n már ébren voltam, az reggeliztem pont mikor ment. Reggeliztem, kajálgattam. De hát végigdumálták az egészet, nagyon nem volt benne semmi. Benne lesz a 24-es játékban az új sprint szabály. Hát, ha nem lesz benne Norman, az elég nagy gáz, hogy egy év alatt nem sikerült belerakni. De elvileg benne lesz, szerintem. Bár a fene tudja. Ha lesz kiesésem, azzal el is veszítem a VB-t. Hát gyakorlatilag igen. És hogy ismerem ezt a szemét játékot, tudjátok, hol fogok kiesni? Abu Dhabiba. Szinte megírom a script, a saját scriptemet meg tudom írni, mert amilyen rohadék, biztos, hogy ott fog. De egyébként ott van, tehát a Gearboxra is, látjátok, Improved Materials, tehát sokkal jobb anyagokból készült váltó van, és el is készült. Tehát, és mégis úgy eszi a váltót még mindig a pályák, hogy az hihetetlen. Nem lesz eső, ez egy jó dolog. Na. Hú, micsoda felvezető. Azért ennyi munkát nem kellett volna beleölni ebbe a három mozgó képkockám. Na. Schon gehört, dass wir neue Teile reingekriegt haben? Sie sind alle ein. Ó, várjál. Hol van? Az én kis mérnököm? Nem tudom állítani! Nem tudom állítani, már nem lehet. Le van szürkítve. Vagy azért, mert mondja pont. Várjál, most nem dumál. Jó, oké. Okay. Ma megijed. Valsecchi ancora una volta con noi per il Gran Premio di oggi. E pour finir, une Red Bull en queue de peloton. Let's move on to the constructors. Llevas un ritmo sensacional, pero ten en cuenta que debes aguantar con estos neumáticos hasta el final. Muy bien, ya se encargaron del accidente, vamos, recupera la velocidad. Mexicoi. Mercedes se hisse au sommet du classement. Amato si posiziona in pole position. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt?
Por momentos ha sido una carrera difícil, pero hoy se han aferrado para lograr una gran victoria para McLaren. ¿Por qué no hablamos sobre Ferrari? No. Español latino americano. Megkaptuk a mexikói mérnökünket. Hol a setup? Ja, itt a setup. Nagyon jó. Medium, soft. Milyen gumik vannak? Medium is van, soft is van, hard is van. Hardot nem is kell használnom. Te va a faltar agarre en la pista. Da un par de vueltas sin acelerar demasiado. Na. Ez ez. Tényleg egyébként áprilisra mondták ezt a nagy F1-24 leleplező trailer, gyerekek, az akkora csend van róla, hogy csak na. Na nézzünk! Egy verseny beállítást. Kikapcsol a izém. Megint nem jó a fékpedál. Jóha. Lehet a pálya még alkalmatlan erre a történetre. Még nagyon poros. Várni kell még. Nem setup lesz. Ilyen szokott lenne az FP1-en a aszfalt. Én meg hülye voltam, mert egyből verseny setup-pal, vagy verseny
programmal kezdtem, és ez nem azzal kéne. Úgyhogy még le kell takarítani a pályát, tiszta port. Jártam már így sokszor, sajnos. Hát a tegnapi Outlast 2 nagyon odabaszott, nagyon imádtam. Mármint nem imádtam, de... Na, érdekes volt. Valaki írta utána nekem, hogy egy 6 óra hossza van a játékba kb. Tehát 6 óra alatt végig lehet játszani. Hát mondom, akkor sok epizód nem lesz belőle, úgyhogy... Még 5 alkalom lesz belőle kb. Na, most azért már elég rendesen letakarították a pályát. Na, kijövünk még egyszer arra a programra. A Box utca falon továbbra sincs senki, így van. Nem tudom, hogy itt mire lassít le egyébként, hogy teljesen másik sávba vagyunk. Már sokkal jobb a tapadás. Csak sok volt a pötty, azért voltam kíváncsi, hogy mi történt ott. Thank you.
Na, még egy kör. Jajjaj. Lecsúszik. Áj. Jó, megvan. Jó, megvan. Mármint a program. Oké. Okay. Baszd meg, Red Pill. Bocsánat, hogy kinek. Azt a mindenit neki. Ez kemény. Kicsaptad a Széchenyi bátyádat? Úristen! Csak hogy mindenki tudja, mert németül lett elküldve. Most pedig, kedves gyermekek, legyetek óvatosak. Én vagyok a hangapárnából. Hoztam nektek valamit. Egy fényes ragyogást az égbolton. A szívem lángol. De akarjátok, felolvastatom vele németül is, tehát nincsen vele semmi baj. Ez a fordítás egyébként. Németül nem olvassa fel? Lehet németül nem olvassa fel? Várjál? Németül nem olvassa fel. Na. Tényleg köszönöm szépen. Basszus, nagyon kemény. Pont számogattam, gyerekek, egyébként, hogy annyira gusztustalanul undorító, hogy egy gépfejlesztés ilyen szinten elmegy. Tehát, hogy több százezer forintba kerül egy gépfejlesztés. Ez szörnyű. Ez szörnyű, gyerekek, tehát... Jó, oké. Különben máskor is volt már top gépem, de gyerekek, az, hogy egy alaplap egy procival, egy memóriával, meg egy videokártyával 650 ezer forintba kerüljön, ne haragudjatok, úristen. Hát ilyen nem volt régen, tehát ilyen max 300-ban megálltak a dolgok, de az nagyon max volt. És most meg ilyen 650, és akkor ebben még ugye se gépház, se tápegység, se mit tudom én, M2 SSD, vagy sima SSD, vagy egy nagy hűtő, vagy mit tudom én, tehát érted, vagy akár egy monitor, vagy billentyűzet, egér, stb. Tehát ha valaki mondjuk teljesen nulláról akar, egy gépet építeni, újat, és szeretné, hogy na ez basszó legyen, és akkor egy 8-10 évig nem nyúlok hozzá, akkor ez 1 millió forintból fog kijönni neki. Tehát ez szörnyű, gyerekek, még kimondani is szörnyű. 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 És hát ugye ebbe gazdagon benne van a mi kis 27%-os áfánk is egyébként. Amit inkább nem is mondok, de... Na mindegy. Sikerült a Restrategy 5-ből 5. Nagyon szuper. Jó. Mai programot teljesítettük, amit akartam.
Az infláció miatt a 650 az megfelel az 5-7 évvel ezelőtti 300. Egyébként igen. Ja. Ja, jól mondod egyébként. Igen, igen, igen. Á, csak... Na. Így van, Normanom. Így van. Recordemos quiénes se llevaron los tres primeros puestos. Verstappen, Fernando Alonso y George Russell. Viendo lo que fueron las prácticas de hoy, nos espera un fin de semana excepcional de la Fórmula 1. Jó, ez a hatodik helyhoz képest, hogy nem is mentünk ki szofta. Amúgy gyalázat, hogy 105 ezerért vettem, 2015-ben egy GTX 970, most ez a 70-es kategória 300 ezer. Nekem ma izébe van, streamer gépbe van 970. És nem akarok neked hazudni, Alfa, de... Tám még 30 ezer forint se volt a kártya. Nagyon durva. Iszonyat durva. Pedig... 1070. Jó, volt egy 16-os sorozat is. 2070. 3070. 4070. 5 generációban a 970 és a 4070 között. Egy millió háromba állna meg a gép, ilyen árajánlatot adtak. Ledöbbentem rögtön. 21-ben 450 volt a komplet game. Hát, no. PlayStation 5, amikor én vettem, gyerekek, akkor még... ...260 000 forintért vettem meg a PS5-öt. Egy éve? Azt hiszem. Egy éve kb. Most meg 180-ért kapsz újonnan. Slimet. Na, Ersch Management. Sokkal jobban keresünk, mint 10 éve. A minimálbér 70k körül volt még akkoriban. Hát igen, csak mondjam azt, hogy a benzin meg 310 forint volt 10 éve. Most meg nem is tudom, 670-ért tankoltam, 680-ért, nem is tudom, ott körül volt. Jó, valami belefér még 5 percbe? Nem. Az élet azóta 6-szor drágább. Az biztos, ez így van. Ez így van. Kijövök practice-re. Á, nem gyerekek, elszomorító, tényleg, tehát engem olyan szinten le tud hozni az életről, hogy hihetetlen. Szóval
Az F1 2017 12.000 volt, a 24 meg most 40.000. Én a 15-öt emlékszem 7.000-ért vettem, a 16-ot olyan 9 körül. 17-re nem emlékszem mennyi volt, de hát valamelyik live-ba vissza is néztük. Brutál. Brutál. Szia Károly. Na, remélem jól felgumizzák a pályán. Utolsó 10 percre kijövök, aztán meglőjük ezt a qualify pace-t. Nem, de ez a 30-40 ezer forintos játékár, ez már egy kicsit erős. Most akármilyen újonság lehet benne, gyerekek, az akkor is gusztustalan. Megmondom őszintén, még ha egy teljesen vadonású játék lett volna a 24, új engine-nel, új izé, még akkor is kétszer meggondoltam volna egyébként, hogy megveszem a 40-ért. Nem, hogy így. Egy Xbox van, meg PS4. Na nézzük! No aprietes todavía, la pista está fría. Tómate las primeras vueltas con calma. Ez nem több tartalom jött bele, hanem kiszedték, ja, egyébként. Négy nagy díj van még. Hát nem tudom, gyerekek, meg lehet még vajon a bajnoki cím? Úgyhogy egész évben egyetlen egy futamot sem. Tehát úgyhogy az évnek egyetlen egy szakaszában sem vezettük a tabellát. Tehát ez valami nagyon nagy csodának kéne történni. Nagyon rossz volt a harmadik szektor.
2000. Jó. Megoldom azt a lámpát, mert egyszerűen annyira süti a szememet, hogy nem igaz. Jó. 2000, oké. Ó, még a szemem is megkönnyebbült. Ya terminó la sesión. Repasemos quiénes fueron los tres primeros puestos. Tavares, Hamilton y George Russell. Eso es todo. La sesión de Tavares ya terminó. Hasta la próxima. Tavares, vagy mit mondom? Nem lit mond, az biztos. Úristen. Bátyánk több pontot szedett össze. Én nem tudom tényleg milyen néven szólított. Tavares. Ugye úgy mondta. Oké, Sanyi, akkor elhiszem. Na, berakjuk a legújabb cuccokat. Hopp. Le vannak védve. Na, kvali. Hello, welcome, Mexico Grand Prix, tire. Pályakép, pályabemutató. Oké. Négy éves játékkal játszol, Sanyi? Nem baj az. Nem szégyen az. Bien, el auto está listo, salgamos a la pista. Thank you.
Az előbb még elengedett ez a barom, most meg itt mókoskodik mögöttem. Nem nyílik a DRS. Solo queda una vuelta de combustible. Hay un problema con el sistema del alerón trasero. El DRS estará desconectado. Quédate en la pista. Intentaremos arreglarlo a distancia. Vehicle condition. No te preocupes por los neumáticos. Están bien. Sistema del alerón trasero. El DRS estará desconectado. Quédate en la pista. Intentaremos arreglarlo a distancia. Perdimos tiempo reparando el daño del auto. Talán nem esünk ki. Részroma volt egy DTM sorozatom? Lehet. Gondolom az a mentés már nem igen van meg.
Jó. Várunk egy picit. Bien, todo listo? Pues vamos. Milyen fura lesz, hogy már csak a Brazil, Vegas és Abu Dhabi lesz hátra. És több évad nem hiszem, hogy lesz ezzel. Ha meg EA Play-be bekerül, akkor meg tudjuk nyomni a 24-jel. Pár száz forintért. Alonsohoz mérik az óránt. Ötödik. 299 ezred elmaradása, ötödik. Azt a mindenit neki. Az kemény. Kiestem. Akkor jól láttam.
Seek Live. Csinálni kéne egy Seek Live-ot. Na. Bevettem egy fejfájás ellenit, megfájdult a fejem, gyerekek. Megláttam az eredményt, és rosszul lettem. Elfogott a hány inger. Egyébként mocskos módon kellett húgyálnom, mert teját iszak, aztán azért az dolgozik ám rendesen. Na. Vajon mi lett a Q3? De az a vicc a pörgetésben, hogy 4 perc volt hátra, amikor kijöttem. Körbejöttem, és 1 perc volt hátra. Tehát most... Na. Tehát ez ha megvárom, ha nem, akkor is azok elindulnak, ugyanúgy körbe megy, azt űridőt mennek, tehát most hiába ülök itt rajta egy fél napot. 36 kör. Csodálatos lesz. Na jó, racsa. Bolondok napján Seek Live-ot tolt? Az jó. Jaj, várjál már. Mi az, ami nem kell a lap timer? Como siempre, tenemos un aforo completo en uno de los circuitos más cortos del calendario de la Fórmula 1. Me pregunto, ¿quién recibirá hoy los aplausos desde la cima del podio? A 2.285 metros sobre el nivel del mar, la poca densidad del aire en el autódromo Hermano Rodríguez supone un desafío único, no solo para la pericia de cada piloto, sino también para la eficacia del motor. 17 curvas forman una vuelta de este circuito de 4.2 kilómetros. Esperen velocidades increíbles a más de 350 kilómetros por hora y adelantamientos en las zonas de frenados de las curvas 1 y 4. Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida para la carrera de hoy. Fernando Alonso se coloca en la pole position y Charles Leclerc está en la segunda posición. Y este es el resto de la parrilla. Russell, Sainz, Verstappen, Norris, Hamilton, Pérez, Oscar Piastri, Tavares, Albon, Bottas, Tsunoda, Ocon, Hülkenberg, Magnussen, Ricardo, Sargent, Su y Pierre Gasly tendrá que empezar en la última posición de la parrilla de hoy. Ya falta poco para que se apaguen esas 5 luces rojas. Veremos quién vence hoy. Giselle Zarur está, como siempre, a mi lado para la carrera de hoy. Las últimas carreras han sido un poco duras para esta escudería. No han acabado ni una vuelta de manera limpia. Eso tiene que perjudicar su confianza. ¿No les parece? Sin duda la confianza es un factor importantísimo. Cada vez que te pasa un incidente, no solo están los daños del auto, sino también sufre la confianza. Pero cualquier piloto de élite sabe desasociarse de eso en plena carrera y concentrarse solo en lo que tiene por delante. Ezt a pár mondatot, meg ezért ezt szerintem nyugodtan meg lehetne csinálni magyar nyelven is egyébként. Meg ezt a pár rádió mondatot is. Meg mindent, ezeket mindent meg lehetne csinálni egyébként. Sőt, azoknak a országoknak, amik szerepelnek a játékban, azoknak alapból benne kéne lenni a adott országnak a nyelvének szerintem, ha már Forma 1-es játék.
Na, alternatív stratégia lesz medium hard. Felénél 18-18, úgy is van. Nehogy belerokkanjunk a taktikába. Y aquí vamos. Empieza la vuelta de formación y el ambiente se carga de emoción por la carrera que comenzará en unos momentos. ¿Qué equipo saldrá victorioso? ¿Cuál será la estrategia ganadora de hoy? Pronto lo sabremos. Los autos regresan a la parrilla para posicionarse en la salida. Cada piloto querrá tener un buen arranque y terminar subiéndose al podio. O en su defecto, dentro de la zona de puntos. Most a Hondában nekem is a Valvoline motor van. Motorolaj van beletöltve. De nem az Aston miatt, csak azt kaptam. Na. Lássuk akkor. Na. Mit nekünk Q3, mi? Se puede usar el DRS, puedes activarlo cuando estés a menos de un segundo del auto de adelante y en la zona de DRS. Kezdődik a kikerülősdi, ettől a körtől fogva. Thank you.
despejado. No, me estoy arteni. Újítja, köszi szépen! Hajrá, hajrá! Köszi! Köszi, köszi, köszi! Ezer köszönet! Bottas, látom. Jó lenne látni egy adatot, hogy mennyire vagyunk az elsőtől. Meglepett. Jó. Ó, baszd meg! Bandera roja. Hay bandera roja. No adelantes. Te vemos en el pit lane. A szép találkozás volt még. Keci. Komolyan, nagyon örülök, hogy három futam van hátra ebből a retekből. És csak az az egy nem, az egy gátol meg egyébként, hogy a három futam után letöröljem teljesen a gépről, hogy Robinnal még játszunk, és akkor szoktunk a legjobbokat beszélgetni. Ennyi.
buen momento si queremos cambiar de estrategia para el resto del Gran Premio. Hetedik körben megállították. Nyolcadikban volt egy felvezetőkör. És kilencedikben pedig kezdjük. Hát akkor... Jó. Rakjál fel akkor egy szoftot. Volver a la pista, saquemos el mayor provecho del reinicio. Vamos. Most arra szólj be, még én is. Ez Verstappennek jött a legjobban különben. Ez az egész történet. Bátyánk felrakta a hardot? Na szórakozz már, én nekem más taktikám van, úgyhogy engedj már! Az vastag lesz az E25 kör 3-on. Anyád! Hát mi a fasz? Hát nyomom az overtake-et, minden. Nincs is DRS-e. Meg hátgumi. Azért szedjük be össze magunkat egy kicsit. Hagyjál már! Hát ott mind nitróval ment, vagy mi a fasz? Softon 8-ban nyom az overtake-et, az azt látom, hogy úgy jön mögöttem, mint a disznó. Hagyjatok már!
Felrakhatnánk nyugodtan a piros bohóc orrot nyugodtan. A 21. körig el tudunk menni. Thank you.
Acércate al auto y aprovecha cualquier error. Cargo. Bandera verde. Hülkenberg. Recibido, te esperamos en boxes al final de esta vuelta. Entrada perfecta, hicimos un buen tiempo de parada en boxes, buen trabajo. Bien, no toques la línea blanca a la salida, si la cruzas te penalizarán por maniobra peligrosa. Tök utolsók vagyunk.
distancia con el auto de adelante es 8.3 segundos. Na még 15 kör. Respira, te estás alejando del auto de atrás, le sacas unos segundos por vuelta. Bien hecho. Martin está en boxes. Thank you.
Hát csak 2,3-ra van Piastri. Mindenki hárdos, aki előttem van. Azok nem jönnek ki. El auto de adelante te saca 6.2 segundos. Sobre Pérez, parece que tienen un problema.
Esküszöm, nem értem hozzá. Hát, geci. Komolyan. Bien hasta ahora, pero es el momento de tomar un respiro. Nos falta la mitad de la carrera y todavía tenemos una buena oportunidad aquí. Parece un déjà vu, pero es una buena oportunidad para conseguir una buena salida. Vamos. Alonso jó út rajta volt, hogy hatodik. És ki a második? Ezt a futamot bátyánk úgy megnyerte volna egyébként a húzat. Maximum csak második lettem volna. Még így sem biztos, hogy nem második leszek.
una posición, bajaste un lugar. El auto de atrás te está alcanzando poco a poco. Aprieta. Queda combustible. Tres vueltas más. Vamos, última vuelta. Última volta! Nesze neked! Decime, Giselle, ¿cómo consigues? Creo que la clave aquí es la habilidad al volante, ¿no crees? O sea, a ver, ¿cuántos adelantamientos hizo en total? Seguro hay alguien a cargo de las estadísticas que lo puede confirmar. Hát itt minden gondoltam, de ezt nem. Un espectáculo, ¿o no? Este es un deporte estratégico, pero siempre es muy satisfactorio ver enfrentamientos reñidos en la pista. Eso es lo que óriási mák volt. Es hora de entregar los trofeos de este gran premio. Ezzel a sok red flaggel. En el paddock muy contenta con el resultado. Aston Martin se sube al escalón más alto del podio. Ezeket, Bence, mindet láttuk, előttem történt mindegyik.
Max Bottit meg Alonsót megnézzük, hogy mi, de hát úgyis megpörgött, tehát egyértelmű, hogy mi volt. Veamos cómo afecta este resultado a la clasificación de pilotos. Se redujo la brecha entre los primeros puestos del campeonato, tras una carrera difícil para el actual líder. Vimos actuaciones sensacionales en la... Che. Hol van Botti? Ah, itt ez lelassult, ennyi. Az úgy elpusztult. Elvitte a leggyorsabb kört Oscar el. Senki által nem zavartatva. És akkor jön, és ennek az egyenesnek a végén. Azt a kurva gyerekek, az nagyon mesterséges az intelligencia. Tizenhetedik kör, ül ki. Üst. Az a vicc az egészben, hogy a játék, tehát itt még tempóban van. Nézed? Itt még tempóban van. Márton? Várjál, hol? Itt, ja, aha, ja, de ez itt nem, így nem, ja de. Ah, itt már nézi. Tehát itt történik meg, figyeld az izét, a ledes táblát, oldalt. Hopp! Sárga. A ledes tábla már tudta, hogy sárga van. Azt a scriptelt kurveget. Itt meg nincs füst. Ha? Tehát, ahogy kijön a füst, sárga. Ott van. Abban a másodpercben sárga. Ott meg zöld. Hát tudta, hogy már ideig nem fog eljönni. Eljön. Átvált sárgára, abba a pillanatban, hogy itt még zöld, sárga. Na most innen bekanyarodni a boxba, az már egy olyan programozási tudomány lenne, hogy az nem fér bele semmit. Tehát nem, ő fogja, azt inkább, itt jó lesz.
Igen. Huszonkilencedik Perez. Kísért körbe teljesen így, így egymás mellett menjetek, 20 körön át, 20 kanyaron át, én mindig mellette menj. És szerintem még mindig, na most már nem. Na jó, standings. 39 pont a hátrányunk. Három, 37, 2, 9, én mondom, egy kiesés kéne. És vezetjük a konstruktőrit 4 ponttal. Az szép. It's Vegas, baby. Az jön szerintem. Jön, nem Brazil, bocs. Brazil, Brazil, Vegas. Igen. Na. Mind meg lett védve. The new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Ja, tehát ez a szöveg, ez nem, nem, ez nem eszpanyol meg minden, tehát a mérnök az csak angolul tud. Oké. Okay. A kínai fejű mérnök izé Ackerman hangjával. Jó van az. Sprintes lesz Brazil? Ó, baszki.
Jöttek-e új cuccok a shopba? Nem tudom, nem is szeretném látni. Nem szeretném látni! Néztem délelőtt gyerekek egy filmet. Filmet? Hát végül is filmet, dokumentumfilm volt. Érdekes dolgok hangoztak el benne. Remélem megtalálom. Ennyi minden néztem azóta. Vagy a izét, ami a tévén nézek, azt nem látja szerintem. Jó. Basszus. Azt nem tudom megmutatni. De, megvan. Megvan, gyerekek. Basszki. Csak nem tudom, azt nem fogom tudni kikeresni. Azt az egy mondatot belőle. Mindegy, majd megnézzük Twitch-en. Amúgy is. Hiszen úgyis jön a 30 éves évforduló. Nem tudom így kikeresni. Na mindegy. Jó van. Majd egy ilyen szennás filmetlen megnézünk majd, de nem a 2010-es, meg nem a hogy hívják, ez egy teljesen másfajta lesz. Jól van, gyerekek, oké. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ma már nem tudom, hogy leszek-e, gyerekek, elfáradtam nagyon. Úgyhogy majd látjuk. Majd holnap, még holnap valamit kitalálunk. Szerettem volna menedzserezni egyet. Ahhoz lett volna kedvem F1 Manager 23-at vinni tovább. De majd meglátjuk. Na, jó éjszakát mindenkinek, köszönöm szépen Ityának és Red Pillnek a támogatást. Nagyon szépen köszönöm. Illetve tegnap ugye Bencének, úgyhogy ennyi, holnap majd folytatjuk. Sziasztok! Hey. 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 Hey.